No, elérkeztünk az eheti Special Edition-nek a záró napjához, vagy hát záró videójához, amit kivételesen a saját anyagomból fogok elmesélni, ugyanis a mai délelőttöt én tartottam. No, igazából kettő dologról lesz szó, hiányzadatokról, illetve extrém és outlier adatokról. Mihez lehet velük kezdeni? Previews-ban, hiszen ez igazából egy lényeges kérdés. Na, hát miután azért már van hiányzó adatok kezeléséről, matlabos, tisztességes kezeléséről videó, ezért azt túlságosan nem akarnám megismételni, tehát igazából amiből választani lehet, ha az elméletet nézzük, akkor az alábbi, vagy a hiányzó napot töröljük, vagy hetet, vagy negyedévet, az a lényeg, hogy akkor az összes azon a napon mért adattördése kerül, hogyha egy adat arról a napról vagy időpontból hiányzik. Akkor B lehetőség, behelyettesítjük szépen a hiányzó adat helyére a várható értéket, miután mi alapvetően, hát leszámítva a hiba korrekciós modelleket, meg az ilyen kointegrációs dolgokat, alapvetően differenciáltakkal dolgozunk, aminek nagyjából azért várható értéke nulla közelében marad, ezzel akkor a torzítást végül is nem vihetünk bele a dolgokba, bár azért ma látjuk, hogy de. Minden esetre ez azért egy kicsit kellemesebb megoldásnak tűnik, főleg, hogyha mondjuk olyan adatbázisok van, mint amiben a Bangladesh Development Studies cikkben futottunk bele, hogy hát, hogyha a listwise deletion-t folytattunk volna, akkor gyakorlatilag a teljes adatbázis törölni kellett volna, hiszen a 60 év alatt minden egyes ország esetében volt legalább egy hiányzó adat, és ezek úgy szeretek változatosan előfordulni. Illetve hát lehetséges még az utolsó mért adatnak a továbbvitele, azonban logaritmikus hozamoknál ebből csúnya végtelen lesz a matlabban, úgyhogy a mean substitution-t érdemes folytatni, illetve ennek lehetséges egyfajta kombinációja, hiszen hogyha a legutolsó mérést árfolyamoknál maradva tovább visszük, plusz hozzáadunk egy nagyon kicsi számot, tehát mondjuk 16-on, bocsánat, 10 a mínusz 6-on, az kicsi szám lesz, és utána ebből csinálunk majd logaritmikus differenciátot, akkor ott egy nagyon szép mean substitution fog egyébként keletkezni, hiszen egy nagy nullát kapunk ott változásnak. Ami itt még szintén megjelenik, az az expectation maximization algoritmus, ami hát a napi vagy heti idősoroknál az komoly torzításokat jelenthet, ezzel szemben negyedéves vagy éves idősoroknál ott már nagyon szépen ügyesen muzsikál, ugyanazokat az eredményeket hozza ki. Itt konkrétan egy a többi idősorból a regresszióval próbálja kitalálni az algoritmus, hogy akkor mit kéne oda behelyettesíteni, és ezzel utána jött elszórakozik. Hát a szórakozás célja az igazából az, hogy a teljes mátrixnak a variancia, a kovariancia mátrixát fenntartsa, tehát hogy úgy próbálja kitalálni, hogy itt a non helyére mit kéne behelyettesíteni, hogy azért a többieket vizsgálgatja közben, és akkor ennek a B mátrixnak a variancia-kovariancia mátrixát heggezni. Na most az a szép, hogy ezek mind le vannak írva a irodalomban. Már abban a kis nagyon vékony irodalomban egyébként, ami létezik. És utána ezek matlabban nem jelennek meg. Tehát itt el lehet gondolkozni szenzitivitás, vagy hát érzékenység vizsgálatról, amikor megnézzük, hogy hát vajon a varianciáját mennyire módosítja az eljárás, amivel pótlunk, vagy mennyire generálunk itt most több extrém mértéket azáltal, hogy ilyen extra ugrások lehetségesek az idősorban. A probléma ott kezdődik, hogy a eViews nem igazán publikálja, hogy ő mit is csinál. Na, annak érdekében, hogy ez látványos legyen, azért fogjuk a szokásos, használatos idősort, illetve van egy missing idősor, ahol már az Euriborból hiányzik ez a bizonyos negyedév, tehát egy darab adat hiányunk van,
Most itt negyedéves dolgokról van szó, ráadásul nem túl nagy számú negyedév van itt, tehát ez már drámai változást fog előidézni. Fokozzuk a drámát, úgyhogy a Missing 2-ben ott már... Ja, igen, itt van már csoportként. Szóval ott már mindenkiből hiányzik egy darab. Ráadásul ezt úgy igyekeztem véletlenszerűen elosztogatni. Tehát mindenhol megszakadnak ezek a vonalak, bárhova is nézzünk. Úgyhogy... És aztán van egy még durvább, ahol már kettő szakadás is van. Csak hogy teszteljük a megalapításokat. Na. Hát, mit lehet tenni? Értelemszerűen építünk regressziót. Van egy sima lineáris regresszió. Igaz, hogy gyakorlatilag senki nem szignifikáns benne, de legalább nem autokorrelált. Viszont csak hogy érezzük a törődést, nem is normális elosztásunk. Viszont legalább nem szenvedhet el a szkadacitásról, tehát előrejelzésre teljesen haszontalan a modell a normalitás hiánya miatt, viszont visszatekintő modellek jó lenne, hogyha valamilyen legalább normális, vagy szignifikáns lenne. Tehát, de úgy jó. Akkor van nekünk egy másik, egy vektor autoregressziónk, ami viszont hát nagyon szépen néz ki. Még szebben, hogyha megnézzük az autokorrelálatlanságát, tehát ez nem autokorrelált, megnézzük a normalitását a hivataloknak. Hát ez normális. Illetve hát ez az kazacitás, ami továbbra se fut le, mint a héten eddig egyszer sem. Viszont van nekünk szép impulzus válasz függvényünk. Ezt most így mutassuk be. Látjuk, hogy hát ezek a görbék úgy mennek erre arra, hogy gyors lecsengéssel és kicsit haszontalanul. Van persze a variancia, a dekompozíciónk is, ami meg ilyen másik fajta. Látjuk, hát vannak ilyen értékeink. Na, ezt nem is dobjuk el, letesszük magunknak, jó lesz ez még valamire. Nézzük meg, mi történik, ha van hiányzó adat. Az égat a szentvődő senki nem lett szignifikánsabb ettől, viszont a durbinvacolunk, na az megnőtt, tehát most már autokorrelált lett az idősorunk. Az összes többi stat az ugyanaz maradt. Annyi cukiság történik egyébként, hogy a skewness meg a kurtózis a hiányzó adat miatt elkezd csökkenni, tehát a zsákbara tesztünk csak csökken. Természetesen ne hiányzó adatok generálásával próbáljunk normális hivatagokat generálni, mert ezért nem feltétlenül a random eliminálás a módja annak, hogy ilyesmit előidézzük. Marad a mozgalaszítása is, ez igazából ahhoz a tulajdonsághoz nem nyúlnak ezek a dolgok, úgyhogy ezt most nem nézegetjük meg. Lássuk a derékvarral, mi történik. Hát ez nem normális. Konkrétan csúnya dolgok történnek a kurtózissal. De az autokorreláltsága, nem portmentjét nézünk, másikat. Ez az autokorreláltságát azért annyira nem érheti vád, viszont, hát, combine graph. Na, de mégiscsak, bocsánat, nem ezt kell néznünk. Impulse response-nál multiple graph. Monte Carlo. Ja. Csak hogy a problémám jobban látható legyen, Impulse Response Function, Multiple Graph, Monte Carlo. Ja. És ez most miért történik? Csak.
Igen, na azért. Célszerű, hogyha megfelelő forrásból futtatjuk a dolgokat. Na, szóval tehát, ez lenne az eredeti impulse response function, ez meg egy darab hibával megáldott. Úgy érzem, nem nagyon kell bemutatni a problémát, miszerint erősen más dolgokat látunk, hogyha a standard hibák görbéit nézegetjük. Tehát, igen, ez úgy befőtt. Amúgy egyébként, hogyha standard errorokat kikapcsoljuk, akkor egyébként annyira nem fog megsülni, csak hát onnantól kezdve nem tudjuk megállapítani, hogy akkor szignifikáns az eredményünk vagy sem. Illetve látjuk, hogy azért van videófickáltozás mindenféle irányokban, ami egyébként is sem annyira kívánatos. Tehát az impulzus válasz függvényhez hozzányúl az egy darab hiányzó adat. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy kezelte a rendszer. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ott hozzáadunk egy dummy-t. Dummy missing. Ez lesz az eredmény? Nem tudunk dummy-val kezelni. Nice. Viszont mi történne, hogyha azt mondjuk, hogy ez most az original. Bocsánat. Szóval, mi történne, hogyha azt mondjuk, hogy befoltoztuk a lyukat, fogtuk a várható értéket, azt hiszem ide volt berakva, és behelyettesítettük a hiányzó adat helyébe. Hát itt nagyon más nincs helyettesíteni való. Tehát akkor itt azt fogjuk látni, itt a beépül a új gyerek. Minden ugyanaz beállítások szempontjából. Újra van hengesztve, és akkor lássuk az impulzus válasz függvényt. Meghegesztődött-e a modellünk, vagy sem? Hát azt mondhatjuk, hogy végül is annyira nem beteg, mint amennyire volt. Tehát a standard hibák azok most már nem tartanak a végtelenbe, pozitív-negatív irányba, hanem úgy szépen jól érzik magukat, úgy nagyjából a görbék is arra mennek, amerre kéne. Van némi eltérés, de hát azért ne panaszkodjunk túlságosan hangosan. Helyett persze a kérdés, hogy diagnosztikákkal mi a helyzet, mert az eddig a margit nem volt normális, most ez is meggyógyult. Tehát mondjuk azt, hogy a main substitution egy hiányzó adatnál elvégzi a dolgát. No de, mi a helyzet, hogyha többen is hiányoznak? Tehát itt most már mindenki is hiányzik. Az első probléma az, hogy már csak négy hivatagra lehet dolgozni. Kiszámoljuk szépen az impulzus válasz függvényeket, és ugyanúgy a csúnyaságot fogjuk megkapni, tehát ez nem csak egy artefaktum volt, ezt látjuk, hogy szép tendenciózusan ezt csinálja, tehát nem csak az, hogy végtelenbe tart, tehát ilyen legyezőszerű lesz, hanem hogy teljesen ráfekszik a nullára az összes vonal, tehát ez gyakorlatilag itt a legnagyobb baj. Természetesen jött a kérdés, és mi van a normalitással? A normalitással igazából az történik, hogy meggyógyul, hát miután most teljesen más legszámmal dolgozunk, ezért most vissza megyünk ide. Az a kérdés, hogy ez a csúnyaság most azért van, mert négyleget használunk, vagy azért, mert hogy egyébként is ilyen csúnya. Erre ma úgy sincs szükségünk, már kell állnunk négylegre, visszamegyünk az originálba, megnézzük. Új estimation, végleg. Első lépés, diagnosztikák. Normalitás. Normális az idősor? Nem. Szuper. Tehát akkor most van itt egy normális idősorunk, itt egy nem normális idősorunk. Ebben hiányzatok vannak, és furcsa eredmények. A másiknál nem normális feloszlásom. De használható impulzus válasz függvény. Nézzük, hogy
legalább autókon elállták, csak hogy megaranyozza a napunkat. Látjuk, hogy ez inkább autokorrelát, mint nem. Nem véletlenül volt az, hogy az eredeti setupnál 6 késletet is használtunk, kedves kollégák, és nem 4-et. Úgyhogy ez egy erősen szuboptimális dolog, amit itt láthatunk. Csináljuk is gyorsan vissza 5-6-ra. Impulzus válasz hűvényt is visszahegesztjük. Na szóval, ilyennek kéne lenni, ez rusnya, nem olyan. Jó, hát a kérdés, meg tudjuk-e heggeszteni? Természetesen az összes mindenséget kiegészítettem, ha visszamegyünk ide, akkor főleg. Tehát lett egy ilyen módosított, hát hogy már volt eleve, akkor van a devizárfolyam, van az output gap, és van az inflation gapnek is egy módosítottja. A hát egy kis durmivacsonos dologról az OLS-ről elfeledkeztünk, ennek továbbra nőtünk ilyen a durmivacsonja. Ha megjavítjuk, akkor is nőtünk ilyen a durmivacson, tehát egymás mellé tesszük őket, csak a megjavítottnak kevésbé nő a durmivacsonja. Igazából ennyit értünk el vele, hogyha OLS szempontból nézzük. Megnézzük, szignifikáns lett valaki? Am. Hát, így jártál. Látjuk, hogy itt is már magasabb durvinvatszonunk van, úgyhogy annyira nem repül el az autokorreláltsága, de azért belevisz valamennyit. És ha tudtunk vele mindent elérni. Lássuk, hogy a modified, módosított, ez teljesen ugye, mind a kettőnek ugye az a mód neve van. Regresszióval elérhetünk-e? Oh, cancel, bocsánat. Ezt kell módosítani. Módosított regresszióval elérhetünk-e valamit? Az előzőn azt láttuk, hogy ez egy meleg, jól érzi magát, meg már minden. Ezt kicsukjuk. Az első kérdés, mi lesz a normalitással? Hát a normalitás köszönjük szépen borzasztóan érzi magát. Hát, mint már láthatok, az eleve egy szuboptimális megoldás volt, de hogy mindenféle lyukak voltak benne, viszont csodálatos módon ezek működtek, tehát megoldottuk ezt a problémát, hogy ne legyenek benne lyukak, és használható legyen cserébe. Nem lett normális, nem lehet fel előrejelezni. Hát persze, hogyha már az impulzus válaszfüggvényeknél problémáink vannak, akkor mit is akarunk fel előrejelezni. Viszont csodálatos, határos módon ez így feltámad ambaiból, ahhoz, vagy azért, hogy utána ne kelljen fals eredményeket mondani. Tehát ez nem szignifikáns. Tehát látjuk, hogy ezek a szagadott vonalak vígan átléptesik a nulla tengelyt. Hát itt van szignifikáns eredmény devizárfolyamra is, hogy ott az devizárfolyam leértékelődik, a kamatok felmennek. Ez nagyon szép és jó közgazdaságtani következtetés lenne. Éppenséggel csak azt látjuk, hogy egy a probléma, a minisztitúcsúlyon terméke mindez. Annak az érmelén. Valószínűleg odabögtem és nyomtam egy delt. Hát, mielőtt forradalmasítanák a közgazdaságtan, lett itt egy másik nagyon szép eredményünk, miszerint akkor is fölmegy a kamatláb, hogyha az infláció elkezd a cél fölé emelkedni. Ami megint csak egy nagyon szép klasszikus szabály lenne, épp csak tudjuk, hogy ez is fals, mert ez pusztán az én gomnyomogatásom terméke volt, úgyhogy tessék óvatosan megközelíteni ezeket a dolgokat. Persze mondhatjátok azt is, hogy de ez azért van, mert csökkentettük a legszámot, úgyhogy megnézzük, csökkentett legszámból az eredeti, mire megy. Ezt végét. Négyen vagytok. Impulsz. Semmire. Jó, itt lesz. Itt van egy szignifikáns, oké.
De ez például nem szignifikáns, és úgy egyáltalán semmi más sem szignifikáns. Ez az egy eredmény, jó. Andi különösen perverz egy RTB esetében, hogy csak ez az egyet. Értelmes, de hát láthattátok a VLCMS napon, hogy a VLCM-mel fényévekkel jobb eredményeket lehetett kihozni, mint VAR-ral. Monetáris politikánál, ami nem véletlen, hiszen ott hosszú távú, meg rövid távú kapcsolatokat vizsgáltunk, ezzel meg csak rövid távúakat. Jöhet innentől a kérdés, hogy ha jó, de akkor most miért nem nézzük meg VLCM-re. Hát végül is időnk, mint a tenger. Hiba korrekciós modot viszont nem tudunk futtatni ezen, hiszen ahhoz nem ez az idősor kéne, úgyhogy ezt mégsem tudjuk megtenni. Jöhet még a kérdés, strukturális dolgokat okozhat-e? Hát, abban inkább nem menjünk bele, viszont nyomjuk egy forecastot. Tudjuk, hogy úgyis rossz. Tehetjük-e? Bocsánat, még rosszabbá, csak először legalább. Na, az estimation-t állítsuk vissza 5-6-ra, ahol tudjuk, hogy legalább a normalitás fennmarad. Ja. Forecast. Igen. Multiple graph. És hadd szóljon a táridó. Itt, ahol mindenkit kiavítottunk, és hát kicsit nyikergősen működik. Még egyszer emlékeztetőül. Ez nem normális. Tehát forecastolni már nem lehetne belőle, de azért megnyomjuk a gombot, mert hadd számoljon a gép, ha már kifizettük. Látjuk, hát melyiknek van nagyobb nézetes hibája. Hát értelemszerűen ez a modell azért jobban közelíti a valóságot, mint a teljesen hibás másik modell. Nagyon hasznos, hogy ez itt veszi a helyet. Teljesen funkciótlan módon. Tehát így most teljesen mintám belül maradva látjuk, hogy hát az Euribornak egy teljesen más skálát ad meg. Tehát itt van, lennének ilyen hatalmas kamatcsökkentő időszakok, ami azért annyira nem következik be a jobban illeszkedő modell szerint. Az inflation gap, hát ott is azért van ez a value, itt is van valami value, tehát itt még annyira végül is nem is durva. Az output gap, amit azért annyira nem nehéz felbecsülni, itt végül is ezek a huplik úgy nagyjából összejönnek. Lássuk, mi történik a devizával. Hát a devizával minden is történik. De úgy nagyjából meg egész jól lerajzolgatja, tehát különleg nagyobb gubancokat itt a kamatlánál találjuk. Ja, hát igazából hibányzó adatokról körülbelül ennyit lehet mondani. Lehetne még egyébként, van az even more, de az már annyira nem fut le, hogy annak már tényleg semmi értelme nincs. Ott a rengeteg mindenféle eredmény bemutatása után volt annak a tesztelése. Hát én nagyon lelkiismeretes voltam, mert az voltam. De igazából ugyanazokat megerősítették ezek az eredmények. Jöhet a kérdés még, hogy lehetne ez máshogy. A lehetségeségként interpoláció is. Hát itt rákattintunk, akkor nem. Interpolate. És akkor itt utána hát el lehet vele szórakozni. Legyen rint a neve. Lineáris interpoláció. Hát legyen legalább loglineáris, hogy valamit el is érjen. Igen, nagyszerű. Az igaz, az Androidos semmit nem zsinál az hiányzó adattal. Na.
Biztos meg lehet ezt valahogy jobban csináltatni, de ez így nem jött össze. Akkor lehet esetleg még egyfajta megoldással érni. Hát a HP filterrel, vagy az exponenciál és simítással próbálkoznék még talán. Persze itt az egész mindent kivasaljuk. Jézus Krisztus, Úristen. Legyen diff R. A neve, úgysem mentjük el. És ez tovább is itt van. Szóval ez a dobjuk ki a kukába típusú. Probléma megoldás lett végül is a vége. Ebiusba olyan adatot töltsünk be, kedves kollégák, amit MATLABban már kezeltük. Transzparens, általunk ismert módon a hibáit, hogy utána ne a gépet kelljen szívni. Tehát azért van ott, hogy használjuk. Na,